Már szó volt róla korábban. Hogy a föníciaiak miféle vallási hagyományokat folytattak, és különösen Byblos, Tírus és Zidon. De nézzük meg pontosan, mi az, amit még ki tudunk deríteni a föníciai vallásról, és számos érdekesség az, ami fel fog tárulni, én biztos vagyok benne. Ez szintén az ancient.eu és a föníciai vallásról ugye azt írják, hogy a vallás Föníciában elválaszthatatlan volt a mindennapi élettől, akár csak a többi régióban, és az istenségek, különösen Baal, Astarte és Melkart voltak azok, amelyek különös jelentőséggel bírtak. Baalról szó volt már korábban, Astarte szintén ismerős kellene, hogy legyen mindenkinek. Magyarul Astarotnak is fordítják, ez például Birák könyve, második fejezet 13, ugye ez Sofatim második 13, és elhagyták Jahuát és szolgáltak Baalnak és Astarotnak. Baal hímnemű, míg Astarot a nőnemű istenséget képviselte. Birák 10.6, ugye ez arról szól, hogy Izrael fiai újra gonoszul cselekedtek Jahuának személy előtt, mert szolgáltak Baaloknak és Astarotnak, a Szíria isteneinek és Sidon hatalmasságainak, Moab hatalmasságainak, Ammon fiai hatalmasságának, a filiszteusok, azaz a föníciaiak hatalmasságainak, és elhagyták Jahuát, és nem szolgáltak néki. Folyamatos konfliktusba keveredett a nép ezek miatt, a különböző úgymond istenségek miatt. Első Sámuel 7-es fejezet, az a Smuel Alef 7-es fejezet, 3-as vers, így szól, Smuel pedig szól a Izrael egész házához, mondván, ha ti teljes szívetekből megtértek Jahuához, és eltávolítjátok magatok közül az idegen hatalmasságokat, és Astarótot, és szíveiteket elkészítetek Jahuának, és csak néki szolgáltok, akkor megszabadít titeket a filiszteusok kezéből. Azaz, Jahua azokkal büntette a népét, akiknek ők a hatalmasságait szolgálták, ők pedig mindig ilyen vagy olyan módon eltértek. Elhányták azért Izrael fiai a bálványokat és Astarótot, és csak Jahuának szolgáltak, ugye ez így folytatódik. Ugyanitt a 12-es fejezet, akkor kiáltának Jahuához és mondák, vétkeztünk, mert elhagytuk Jahuát, és szolgáltunk Baaloknak és Astarotnak. Most azért szabadíts meg minket ellenségeinknek kezébe, hogy csak néked szolgáljunk. Ha már itt tartunk, nézzük meg, mit tudunk meg Astartéról, ugyanis ez egy elég szövevényes történet, a végére valószínűleg, remélhetőleg mindenki meg fogja érteni. Astarte, vagy Astart, vagy Astart, ő egy közel-keleti istenség volt, egy istennő volt, ami Tírus, Szidon és Elát istensége volt. Persze ezt tudjuk már, hogy ennek a területnek a vallási fővárosa Byblos volt. A héber biblia kutatók mára úgy gondolják, hogy Astoret, amit megnéztünk az imént, amely oly sokszor van említve az írás során, az nem más, mint Astarte, és illetve ezt a héber szóval Bosettel hozzák összefüggésbe. Bosett annyit jelent, mint szégyen. Ez ugyanis arra utal, ahogyan a héber kultúra, illetve Jahua, a teremtő hozzáállt ezekhez a különféle istenségekhez és bálványokhoz. Azért említi többes számon Baaloknak, illetve Astarotnak, ugyanis Astarot az a többes számú formája az Astarténak, ami mindenféle nőnemű istenséget összefoglal magába, és egy általánosságban a pogányságnak a jelképe, mind Baal, mind Astarot. Mint általában a pogány kultúrákban minden istenségnek megvan a maga funkciója, Astarte a háború istennője volt, illetve szexuális együttlétnek az istensége,
és volt egy nővére, a Nat, melyek eredetileg egységes istenségből alakultak ki, ahogy a pogány kultúrákban általában lenni szokott, számtalan istenség üti fel a fejét. Ami érdekes lehet számunkra az, hogy Astartéd nem csak Tírusban és Szidonban imádták és ismerték, hanem a mediterrán tenger, földközi tenger környékén, szinte mindenhol, Egyiptomban, Ugaritban, de ezen kívül még Kánán földén is, össze-vissza mindenhol, az Akkád megfelelője volt Istár. Későbbiekben Astarte azonos lett, illetve beolvadt az egyiptomi istenségekbe, Isis, illetve Hathor, melyek az ég, illetve a nőiség, a nők istenségei voltak. A római, illetve a görög társadalom szintén továbbvitte a pogány hagyományt, Afrodité, Artemis, illetve Juno voltak ennek a megfelelői. Ezek a pogány kultúrák a kezdetektől ugyanazokat az istenségeket imádták, csak egyszerűen átnevezték őket. Tudjuk azt, hogy Astarte volt a háború, illetve a szexualitásnak az istene, és ahogyan említették, Istár, ami szintén gyakorlatilag ugyanaz a karakter, pedig a Mezopotámia, Babilon régiónak, illetve vallásnak a háború, illetve a szexualitásnak az istensége volt. És Astarténak a párja. Illetve tulajdonképpen ugyanazt a karaktert személyesíti meg a kettő, illetve jelenti. Istár maga, természetesen aki utána néz, az tudja, hogy innen ered ugye Astarte, Istár, illetve az angol kifejezés Easter, ami magyarul húsvétot jelent, a húsvéti ünnep tulajdonképpen nem más, mint ennek az ősi pogány kultúrának a továbbélése napjainkban, ami Istár, vagy Astarte, vagy bármely ezek közül pogány istenségeket szolgálja, illetve azok előtt tiszteleg. Ez az, amit az emberek tudatlanul folytatnak mind a mai napig. Még az kiderül, hogy valamikor az ég istenének Annak a lányaként, mint a Nanna a hold istenének, vagy pedig a szél istenének Enlilnek a lányaként jelenik meg. Ő volt, aki a raktározással, illetve a dátumokkal, a gyapjúval, a különböző élelmiszerekkel, a gabonákkal kapcsolatos dolgokért volt felelős, és a raktárháznak a kapuja volt Istárnak az emblémája. Valamint az esőnek, illetve a villámlásnak és a viharoknak szintén az istensége, és gyakran oroszlánként volt ábrázolva. Természetesen mindez mind a véletlen műve, de napjainkban az oroszlán eléggé elterjedt, legalábbis ami a logókat illeti, a különböző vállalatoknak a logóit, ami visszavezethető egészen a kezdetekre, a kezdetekhez, illetve ezekhez a pogány vallásokhoz és hagyományokhoz, amik tovább élnek mind a mai napig, és a húsvéti hagyományok ennek az egyik leszármazottai tulajdonképpen. Érdekes karakter Istár, úgyhogy nézzük meg, a sumér tradíciók alapján egyértelműen egy termékenységi figura, azonban több más jellemzője is akad. Az egyik ezek közül az, hogy általában halál és pusztulás veszi körül, legalábbis a mítoszokat tekintve, valamint ellentmondások olyanok, mint például a tűz, vagy a tűznek a kioltása csatolható hozzá, de ugyanúgy, mint az öröm és a könnyek, vagy pedig az ellenségeskedés, illetve a fair play, itt úgy fogalmaznak. Istár szintén egy az Akkád verziója Istárnak, egy asztrológiai istenség és a Vénusz bolygóval kapcsolható össze, innen ugyanis a szexualitással
való asszociáció vele kapcsolatban. Ami még érdekes, hogy sem más, ugye a napisten, sem más héber nyelven, héberül is, sem mes a napot jelenti, illetve színnel, a hold istenséggel ők formáznak egy másodlagos szent háromságot. Innen a katolikus, illetve keresztény hagyomány, a szent háromság. Egy újabb szimbóluma ennek az istenségnek a csillag, amely 6-8 vagy akár 16 fénysugár is körülvesz egy körben. Mint istenség, Vénusz, ugye, amint szó volt róla, a szexualitásnak az istene, Istár pedig a prostituáltnak a védőszentje, illetve az úgynevezett italos háznak, vagy a kocsmának volt még a védőszentje. Maga az imádata magába foglalta a szent idézőjelben, tehát szent helyeken való prostitúciót, illetve a szexualitást, ami az egész ősi közel-keleten, illetve közép-keleten jellemző volt. Később ében a történelem során pedig Istár átvette mind An, Enlil és Enki szerepét, és ő vált az egész univerzum istenségévé. Ha visszatérünk Astartéhoz egy pillanatra, akkor látjuk azt, hogy ez az összes női istenség tulajdonképpen egy karaktert takar, aki számtalan dologért volt felelős, és gyakorlatilag mind valamiféle utálatossága hozható összefüggésbe, mind Astarte, vagy Anath, ugye a testvére, későbbében Istár, illetve Aphrodite, Artemis, Juno, Hathor, ugyanúgy, ahogy láthatjuk itt, hogy az egyiptomi istenség Isis vagy Isis-szel szintén összefüggésbe hozható. Nézzük meg, hogy mit tudunk meg Isisről vagy Isisról. Ugye Isis, Isis az az egyiptomi Ashet or Ashet, aki az egyik legfontosabb istenség volt az ősi Egyiptomban, természetesen hiszen ő volt az ég, úgymond hatalmassága, és a neve az az egyiptomi szó trón, görög megfelelője. Ez ugye itt Isis Horusszal. A semmiből keveredett tulajdonképpen elő Isis vagy Isis, és még saját temploma sem volt, és egészen odáig jutott, hogy a római birodalomban egészen Angliától Afganisztánig mindenhol ő volt az, aki a legfontosabb szerepet tulajdonképpen betöltötte. Mind a mai napig a pogány hagyományokban igen fontos az ő imádata. Ő összefüggésbe hozható ugye a halállal, erről szó volt korábban az istenségekkel kapcsolatban. Egy mágikus gyógyító, aki a betegeket meggyógyította, illetve visszahozta az életbe a halottakat, valamint mint anya a legtöbb nőnek ő volt a példaképe. Ahogyan ezen a
képen is látható, gyakran volt ábrázolva egy, illetve tehén szarval a fején, és egy napkoronggal ebben, valamint különböző állatok formájában, mint a skorpió, madár, vagy pedig akár a tehén. A napkorong mind a mai napig egy fontos pogány jelkép, ez az, ami szerepel szinte az összes vallásnak a szimbólumai között valamilyen formában, egészen a kezdetektől napjainkig, hiszen a vallások, illetve a, ezeknek pogány tradíciók többnyire az égi testeket szolgálják és azokat imádják, még akkor is az emberek túlnyomó többsége erről nem tud, illetve nem érti, hogy mi is az, amiben részt vesz, azonban az égi testek szolgálata mindig is, és imádata mindig is az emberiségnek egy szokása volt, egészen a kezdetektől mind a mai napig. Amit láthatjátok, végigvonul az egész történelmen, és különböző formákban megjelenik mind a mai napig. Teljesen mindegy, hogy melyik vallásról van szó, akár spiritualizmus, meditáció, bármilyen pogány hagyomány, katolikus vallás, kereszténység, iszlám, vagy akár a judaizmus, mindegyik visszavezethető ezeknek a pogány kultúráknak a szokásaihoz. Érdekes az, hogy Isis vagy Isis, ugye Osirisnek a testvére volt, akihez később hozzáment, és összeházasodtak, azonban Set vagy Set féltékeny lett és megölte Osiriszt, egy ládába zárta, ólommal azt körbevette és bedobta a Nílusba, és később megtalálta ezt a ládát Byblosban, Isis. Ez az a város, ahol megtalálta a legenda szerint Isis Osiriszt, melynek neve Byblos. Még annyit villám gyorsan, hogy Isis, Isis későbbiekben, illetve korábban ismert volt, ugye, mint Astarte, Istár, akár Bastet, Nut, vagy Hathor, ugyanis ezek mind-mind egy karaktert jelöltek. A lényeg az, hogy ezek a pogány tradíciók egymásba olvadtak az idők során, és így maradtak fenn a történelem során. És még annyit hozzátennék, hogy a Sotis, vagyis Sirius csillag az, amivel Isis vagy Isis kapcsolatba hozható. És ha ismét visszatérünk a Astartéhoz, akkor látjuk azt, hogy ugye erről korábban szó volt Isis, illetve Hathor szintén ugyanezt a karaktert jelképezte, csak más kultúrákban. Isiszt itt az égboltnak a királynőjeként, illetve istenségeként említik. Jeremiáhu 7-es fejezet 18-as vers így szól, a fiak fát szedegetnek, az atyák gyújtják a tüzet, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy az ég királynőjének béleseket készítsenek, és az idegen hatalmasságnak italáldozatokkal áldozzanak, hogy engem felingereljenek. Ezek a bélesek azok, amik még a húsvéti hagyományban mindig tovább élnek, mind a mai napig. Az ég királynője, akiről beszél, pedig nem más, mint Isis, Isis, Hathor, Astarte, Istár, Easter, vagy pedig az, amit mi, illetve a keresztények többsége húsvétkor ünnepel. Ha még egy pillantást vettünk Hathorra, ő szintén egy egyiptomi karakter, aki az égbolt, illetve a nők és a termékenységnek volt az istensége. Szinte azonos karakter Isis-szel, Isis-szel, illetve az összes többivel. Remélem világos az, hogy ezek a karakterek végigvonulnak szépen az emberiség történelmén, de többé-kevésbé megőrzik identitásokat, még akkor is, ha a nevek változnak, hol Hathor, hol Isis vagy Isis, Afrodite, Artemis vagy Juno, vagy Istár, vagy Astarte, teljesen mindegy. Egy és ugyanaz, akit jelentenek, és ezek pedig pogány tradíciók által létrehozott istenségek. A következő részben tovább fogjuk folytatni, és meg fogjuk nézni, mi az, amit még tovább ki tudunk deríteni a Byblosról, illetve az ehhez kapcsolódó pogány tradíciókról, az istenségekről, a föníciai vallásról,
és hogy hogyan kapcsolódik ez a Biblia szóhoz, illetve annak eredetéhez, és miért is szerencsésebb, ha az ember más verziókat használ, mint az írás, vagy akár a szentírás, vagy könyvek. Mindenkinek a legjobbakat, és remélem hasznosnak találtátok. Halleluja!